Két hét szünet után játszik ismét meccset a nyíregyházi együttes, az elmúlt hétvégén esedékes szolnoki fellépés ugyanis későbbi időpontra került, mivel az ellenfélnél többen is pozitív koronavírus tesztet produkáltak. Időközben egy új játékos érkezett a cápákhoz, a korábban Székesfehérváron és Jászberényben A-csoportban kosarazó, legutóbb a B-csoportos Veszprémben szereplő Madár Andrást szerződtette a klub. Vaskógyas sérülése miatt létszámban is elkezdtünk kevesebbek lenni, tehát mindenféleképpen az edzésmunka szinten tartása, illetve javítása miatt is szükség volt rá, illetve rutinja miatt mérkőzéseken remélem jól fog tudni beszállni, és a távoli dobásaival tud minket segíteni. Nyilván egy hónapja nem játszott, több mint egy hónap nem játszott mérkőzést, ez azért látszik a ritmusán. Ilyen szempontból, ha valakinek jól jött a múltkori mérkőzés halasztás, az talán ő lehet, hogy még többet tudott velünk edzésen készülni. Amint edzésen felveszi a ritmust, úgy érzem, hogy a mérkőzéseken is fog tudni majd hozzátenni a játékunkhoz. A 30 éves, 193 cm magas, 2-3-as poszton bevethető játékos eddig pozitív tapasztalatokat szerzett a cápáknál. Nagyon jók az edzések, és ugye álltam, itt mondtam, hogy 10 éve B-csoportot játszom, úgyhogy a ritmus még fel kell vennem, de nagyon rendes mindenki velem, nagyon jól fogadtak, a vezetőség is nagyon rendes volt velem, úgyhogy nagyon jó volt. A nyíregyháziak legutóbbi meccsükön az Albafehérvárt verték maga biztosan. A szombati ellenfél Sopron sorozatban 9 meccsen nem talált le győzőre. Minden sorozat megszakad egyszer, nekünk azt kell megpróbálni, hogy itt szakadjon meg. Hazai pályán fogunk játszani, amint említettük, az Alba elleni győzelem után, tehát elméletileg mi is magabiztosak vagyunk a Sopron is, szerintem egy nagyon jó mérkőzés lesz, és szerintem van esélyünk elkapni a Sopront. Nagyon rutinos játékosaik vannak, itt a Borisov személyben van egy magyar bajnokságot nagyon jól ismerő játékos, aki a kulcshelyzeteket felvállalja. Jól nyúltak bele a légiós serében szezon közben, edzőcsere is szenzációsan sikerült, hiszen válogott szünet óta nem kaptak ki mérkőzésen. Mindenképpen mondom, jó mérkőzés lesz, de felkészülten várjuk a Sopront. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Sopron KC mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét Albafehérvár, Körmend Debrecen, Kaposvár Szombathely, Zalaegerszeg Atomerőműese és Oroszlány Szeged.